A Társasjátékok Világnapja alkalmából az Óbecsei Ifjúsági Egyesület szervezésében a játékkedvelők számos szórakoztató társasjátékban tehették próbára ügyességüket és szerencséjüket. A Társasjátékok Világnapja Will Wheaton hollywoodi színész indítványára jött létre, aki a barátaival rendszeresen így szórakozik a szabadidejében. Ennek a kezdeményezésnek a nyomán mára már számos klub és szervezet létesült a világ több országában, sőt még az északi sarkon is. A rendezvény keretében a város több helyszínén a fiatalok, de az idősebbek is több mint 40 különböző társasjátékot próbálhattak ki. Szeretek egy kicsikét a technológiától félre menni és játszani, és az, hogy így mindannyian együtt játszunk, ezért nekem nagyon tetszett, hogy nem csak a telefon előtt ülünk, hanem játszunk kicsit régi módiasan vissza a múltba. Szeretem a társas játékokat, otthon leginkább az öcsémmel, de apukámmal és anyuval is szoktunk játszani. A főszervező Bojan Péjovics egyébként szenvedélyes társasjáték kedvelő, aki a tavaly októberben szervezett Carcassonne nevű játékvilágbajnokságon Szerbiát képviselte Németországban. Fontos, hogy az emberek megismerjék a modern társasjátékokat, milyen szórakoztatóak, és hogy a játék közben jó lehet ismerkedni, viccelődni, sok érdekes pillanatot megélni. Ez az egyik legjobb társas tevékenység. A modern társasjátékok kedvelői egyébként az Óbecsei Ifjúsági Egyesület irodájában is élvezhetik a játék örömét, ahol minden pénteken 6 órától számos társasjáték mellett szórakozhatnak.